Torok nem maradt szárazon Győrben a 16. győri Rotary Vörös napokon. Az ország minden pontjáról érkeztek a Rotary klubok tagjai. Nem is csoda, hiszen jótékony célt szolgáltak vele. Az elmúlt két évben alapítottuk meg a Pannonhalmi klubot. A Pannonhalmi klubban 30 szöktagtársunk van, és most még 15 egyetemista támogat minket, mint rotaraktos, tehát közel 50 fővel vagyunk a klubban aktívan, és a legfőbb cél, amit szeretnénk támogatni, amit az előző klubból is hoztuk, a Győri Gyermekvédelmi Központ. De szeretnénk támogatni a Győri klubot a hajléktalan érkeztetésbe és minden más programjába. A háromnapos programsorozatra sokan kilátogattak, voltak, akik csak nézelődni jöttek. A nagyobbik fiam hozott el, és a kisebbiket látogatjuk meg itt a Rotary Bor sátornál. Van-e olyan program, amire kíváncsi vagy, csak inkább egyelőre csak így megfigyel? Én csak nagymamás vagyok, úgyhogy az unokákkal vagyok, és inkább rájuk vigyázok, ügyelek. Igazándiból a kicsitnek gondoltuk, veszünk valami fagylaltot és szörpöt. Körbenézünk, mit is találunk igazándiból, célunk nagyon nincsen, de örülünk, hogy újra vannak programok azért a városban. Akadtak olyanok is, akik a nagy melegben úgy döntöttek, fröccsel támogatják a jótékony célt. Ők azt is elmondták, hogy bár számukra újdonság, de ízlik a hosszú lépés nevű ital, ami egy deci bor mellett két deci szódából áll. Nagyon kellemes itt választottunk. Én nem értek hozzá, de hideg is, kellemes is, meg... Szomjótó, az a lény. Igen, és szomjó. Jó a közérzetünk tőle. A fagylaltnál jobb, szerintem, úgy döntöttem. Fröccsök tekintetében mindenkinek megvan a maga kedvence. Attól függ, ugye, hát a gyerekeknek a hosszú lépés, a fiataloknak, igen, tehát a mennyiségívók, általában az emberek hozzászoktak a nagy fröccshöz, tehát az az igaz, amiből van egy kis ütő is, nem csak a szóda. Kiderült az is, hogy mi a jó fröccs titka, ehhez nincs szükség másra, mint egy jó minőségű borra és jéghideg szódára.